Részre adott válasz, mert lesz még azt hiszem több kép. Senki nem hinné el, hogy én nem akartam óvónő lenni. Eszembe se jutott, amikor be kellett adni a jelentkezést, talán május volt a határidő, és fogalmam nem volt, hogy mi legyek, mert én igazság szerint népművelő és könyvtárszakos akartam lenni. Tehát egy kicsit az is rokozza, népművelő és könyvtárszakos, de abban az évben egyszerűen nem indítottak ilyen szakot. És jött hozzánk egy néni, egy rokonnéni, aki azt mondta, hogy hát a Marika legyen óvónő, mert annyit vigyáz a kis öccseire, és akkor hát ennyire szófogadó voltam. És hát, és nagyon-nagyon ügyes, mert nagyon jó. Szóval gyönyörű pálya, és első pillanatok kezdve. Nagyon jó, szóval. Jó, de aranyos vagy, köszönöm. És nem, ugye, Marika, hogy miért kecske? Igen. Ja, jaj, de aranyos vagy. Igen, Pesten nem volt akkoriban, Budapesten nem volt képző. Csak Kecskeméten, Sopronban és Szarvason. Mm-hmm. És a elosztás, hogy ki hova tartozik, az ugye meghatározott rendszer szerint volt, mi Kecskeméthez, és akkor ez a Kecskeméti, ez 67-ben. Tehát rögtön ahogy lementünk, látjátok őszi idő lehetett, úgyhogy én ott vagyok a 1-2. Ez egy ilyen kezdőcsoport volt. Igen, kezdőcsoport, igen. És mondjuk mindig közösségi ember voltam, rögtön megválasztott a csoport vezetőnek. Volt Kecskeméten. És mai napig tartó kapcsolatot. A régi házunkba is eljöttek, majdnem évente, meg most is a kis lakásban. Egy kollégiumi szoba, bocsánat. Nyugodtan, üljön le, aztán... Én diszítettem. Tehát akkor a kollégiumi élet. Igen. És akkor hát ez viszonylag rövid távon egy oklevéllel. Igen, hogy ezek után elvinnék az oklevéllel. Néhány év alatt. Ez akkor két éves képzés volt? Két éves. Most már nem is tudom, most már négy. És akkor az indulás az a 5. kerületi belvárosi Dunalúj fejlődésre. Akkor itt kérdeznám, hogy jó. Akkor elmondom Marikának, hogy ők fogjuk egy ide a belvárosi oldalán. Igen. Hát mivel, hogy a Péter mondta, hogy az 5. kerületben nőttem fel, hát akkor egyértelmű, hogy oda is mentem dolgozni. És hát valahogy a praktikát helyezgettem, tehát voltam gyakorlatom 6-7-ig valahol, valamelyik óvodában, nem is tudom pontosan melyik utcai óvodában, 6-7-es gyakorlatot, és akkor ugye visszakerült utána menni Kecskemétre, és akkor a Duna utcai óvodába neveztek ki. És hát mi voltam kérdezt, hogy milyen körülmények között el... Milyen körülmények között ha ezt nem itt mondanám, meg ugye kedves kolléganőink között, meg vezetőtársam között, hát nem hinnék el. Hát 43-as csoport volt, és belvárosi, mondjuk a belmagasság óriási volt, meg amúgy is ugye nagy polgári lakás, de akkor is, tehát a terem egyik végéből a másikba nem lehetett látni szinte, de valahogy megbarátkoztam velük, és olyan érdekes volt, hogy hát egy-két évvel idősebb szülőm, Marika még rögtön, de megszoktam minden, és ami nagyon érdekes, hogy ugye belváros lévén, nem volt egyik óvodának sem volt udvara, és képzeljétek el, hát ugye ez a utca, ez a Mátyás pince mellett van, és hát most is megvan az épület természetesen, hogy mi van ott, azt nem tudom, és tavasztól őszi, a Mátyás pince megvan, igen, csak úgy mondom, hogy a óvodában van, azt nem tudom. Tavasztól őszig az Erzsébet hídon minden nap átmentünk. Ez gyerekek, ezt komolyan
én meggondoltam, ha akár három gyerekkel is elmenékel, az Erzsébet hídról szól. Hát inkább, köszönöm, na most akkor minden mondjam, és aki öremben van a Kinga, tehát a családon belül tudom, a Harmos Laci ismeri, igen, nem mondom, hogy szoktunk tartani családon belül Mikulást, és akkor ez így meg, és Harmos Laci nem a, hogy is tudom, hogy elemít, hanem